Na. Hellóztok! Én vagyok a Farkas, és mint látjátok, ez... Ugye mutatom így ez a sok-sok minden. Ez itt a Linux. A videó szavazás az arról szólt, hogy majd ti szépen elmondjátok, hogy mi az, amit én bemutassak. Tehát milyen formában legyen majd a következő videó. Hát... várakozásokkal megegyezően arra szavaztatok, hogy mutassam be részletesebben a Linuxot, mint ahogy be van mutatva. Én könnyen mondhatnám, hogy menjetek a fenébe, azt kérdezzétek meg a magyar Ubuntu közösséget, ezt három szót, ezt igyezzétek meg. Menjetek oda, azt kérdezzétek meg, hogy te srácokat, nincs senki, aki bemutatná a Linuxot, mint rendszert részletesen? Hát nincs. Mert a magyar, meg a közösség az eleve nem kompatibilis szavak, tehát nem működnek együtt. Itt a szerver, én a hardware ütközés van, tehát a magyar az nem működik együtt a többi magyarra. Úgyhogy that's the reason why I am onnan kitiltva. Ez egy kicsit ilyen átkeveréses mondat volt, szóval ki vagyok onnan tiltva, és sajnos nem tudom, hogy miért. Valószínűleg túl sok videót csinálok arról, amit nekik kéne. Mindegy. Ott tartottam az előbb, hogy a Linuxnak van egy részletesebb bemutatója? Keressél rá Google-n! Fogsz ám találni mindenféle találatot, hát... videót az pont nem. Vagy ha találsz, akkor nem magyar. És hát te magyar vagy, tehát alapból nem érted a külföldi mondatokat, például angol, német, francia, olasz. Úgyhogy... Ez nem is nagyon erőltetném. Azonban ahhoz, hogy megértsed a Linuxot, hogy én részletesebben be tudjam mutatni, ahhoz legalább az alapjait értened kéne. Tehát attól te, mint néző, hogy letöltesz egy ISO-fájt Windows-zal, azt kiírod szépen lemezre, megkapod a lemez, most pont nincs nálam itt egy lemez, mindegy. Ezt kiírod lemezre, azt feltelepíted, használgatod a Linuxot, kb. Egy hétig, de én nem hiszem, a hetet az már nagyon sok. Tehát használod kb. Egy hétig a Linuxot, utána visszarakod a Windows-t. Ez miért van? Én tudom, hogy miért van. Mert nem vagy képes elszakadni azoktól a dolgokhoz, amikre nincs itt szükséged. Ilyen szép egy mondat, mi? Nem is érted, amit mondok. Elmondom, milyen a nagy magyar átlag, ez ilyen nagy mutatás akar lenni, tehát ilyen nagy magyar, ilyen nagy magyar, tudod? A nagy magyar, ezt kétszer kell mondani, ezt úgy csinálja, hogy egy csóró, mint állat. Mondhatnám teljesen jogosan, hogy csóró, mint egy magyar. Érted? Tehát olyan csóró, mint egy magyar, ezért egy számítógépe van, egy vinyó van benne, ami három felé van vágva, tehát C, D, E, ugye, mint Windows-os... Hova lett a zene? Ellopták a zenét! Hol a muzsik? Egyből visszajött! Itt vagyok ám még a szélén! Szóval... nem szeretem, ha elmegy a muzsik. Szóval ott tartottuk, hogy van egy vinyó a gépbe, három felé van vágva, fejtorpotrok. Szülje gyökér! Windowsosoknak ez kötelező. Legalább kettő felé kell vágnod a vinyódot, mert csóró vagy, mint a magyar, nem tudsz két vinyót venni. Miért bazd meg? Azért, mert 1000 forint egy vinyó, bazd meg, azért nem tudok venni kettőt, mert nincsen 2000 forintom egy-egy vinyóra. Nem megy. Úgyhogy következőt csinálja a csávó, vesz egy 80-as vinyót, mert nincs több pénzem. És az két felé vágja egy 20-asra. Egy 60-asra, ez persze csak egy példa, tehát ez személyenként változó. Azért kell kötelezően kettő felé vágni a Windows-os vinyót, mert a C-n mindig meghal a rendszer. Én voltam Windows-os, én a barikádnak azon a felén is voltam már. Mindig megdöglik a Windows. És a D-n van az összes filmed, játékod, zenéd, ilyesmi. Tehát azok a fájlok, amik nem változnak. A C-n mindig csak a rendszer van. Na, és ez ugye így mutatom, ez egy vinyón van. Na, ez a Windows. Amikor ez a srác úgy gondolja, hogy
mit csináljak, hát bazzer, kimenni, lusta vagyok, játszani a játszótérre, én nem fogok elmenni kirándulni a Bakonyba, a Bükkbe, a Mecsekbe, mert az gyönyörű, de lusta állat vagyok, mint egy magyar, hát akkor mit csináljak, tegy videó, van olyan operációs rendszer Linux, mit csináljunk, hát tegyük föl, nem? Csávó, mit csinál? Szétvágott vinyójára a C-re, így, mutatom, hogy félbe van vágva, tehát a C-re fölteszi a Linuxot, és a D-n továbbra is NTFS-ben vannak a fájlok, tehát... Dilo. És fölteszi a Linuxot, és fölerőlteti rá a Wine-t, ami ahhoz kell, hogy a Windows-os programját futassa. Akkor minek a Windows? Faszeg, nem értem. Tehát, na ennyire magyar. Mindenki, akit csak ismerek, tehát nyilván vannak olyan emberek, akiknek az elegük van az egész teljesen rosszul működő rendszerekből, és ezért váltanak. Tehát ez nem azt jelenti, hogy most Linuxot használok, és ugyanúgy futtatom a Windows-os programjaimat, hanem tényleg vált. Minden egyes feladathoz használja a Linuxos programokat és a játékait, így maga mögött hagyja. Te ne dumálja a zenéjé. Reklám. Mindjárt lemerítő a mobilom. Itt látjátok a merültségi szintemet. Itt. Már 84%. Bedugnám töltőre, nem lennék gondolom. Szóval ott tartottunk az előbb, hogy fölteszi ugyan a Linuxot. Azt a Linuxot, ami nem is neki való. Vágod. Fölteszi a Linuxot, és utána csodálkozik, hogy nem megy a World of Warcraft. Nem megy ez, nem megy az, nem megy a maz, nem basz meg, mert az egy Windows-os játék. Linux is tele van játékokkal, tehát tényleg sok van. Meg most már a Steam is van Linuxra, tehát annyiféle játék van itt, mint a állat. Persze a BF1-2-3-4-5-6-7-8-9 is sok, az itt nem fog futni, vagy ha fut, akkor Vine-nal és kurva lassan. Ne legyél Linuxos, jó? Ne legyél. A Linuxosoknak szar. Azért szar a Linuxosoknak, mert nem fut rajta a Windowsos játék. Így van. És ahhoz, hogy fusson a Windowsos játék, ahhoz föl kell tenni egy Vine-nak nevezett ilyen csaló programot, ami csinál egy ilyen pici mű Windows-t a Linuxon belül, mint egy pici virtuális számítógép, és akkor azon belül futtatja a Windows-os dolgot. Tehát... Ez ugyanakkor a baromság, mint hogy a Windows-odon csinálsz egy virtuális számítógépet, kis virtuál PC, és arra föltelepítesz egy Linuxot, és azt mondja, de lassú vagy, keci. Na hát tényleg az lesz. Bizony. Dash. Ugye, ez itt a Dash. Van itt olyan nekünk, hogy Vine. Sose használom, tehát... Most mit mondjak? Ott van fölül. Vine. Látjuk? Itt kijelöltem nektek. Ott van. A Vine. A Vine csinálja azt, hogy ezzel a virtuális kis számítógéppel, amire föltelepít egy pici Windows-t, azon futnak a Windows-os dolgok. De mivel ez nem volt használva, így szerintem másfél óra lesz, mire elindul. Szóval nem egyszerű. Nem is nagyon akar indulni. Mondjuk nem is nagyon hiányzik, tehát valamiért nem akar menni, mindegy. Jó, van egyáltalán fő telepítve, az sem vagyok biztos benne, hogy ez normálisan fő van telepítve. Szerintem a fele hiányzik. Nem nagyon foglalkoztam ám vele. Itt ezen a gépen nincsen Windows-os cucc. Tehát még szerintem a Vine is csak egy nagyon régi, teljesen elfeledett... Persze az itt vagyok még. Egy teljesen elfeledett telepítésről van szó. Itt azért valami éve van. Na. Itt a kereső, itt fönn. Mutatom, így. Ott fönn a keresőbe fogom beírni azt, hogy Vine. Itt van a Vine, mint olyan. Jó! Itt a hiba, hát föl sincs telepítve. Nincs föltelepítve a Vine. Tehát itt a telepítés gomb. De megmondom őszintén,
Nekem az nem kell, mint olyan. Persze lehet használni a sima Windows-os jegyzettömböt, festőt, ilyesmit, de nem. Mert azok a dolgok, amik a Vine-ba vannak, illetve a Vine kell ahhoz, hogy fusson, az nem kell. Mi kéne? Játék? Fun. Nem olyan, amit te gondoltál. Nem Battlefield, meg nem Call of Duty 82, hanem másfajta játék. De attól még ugyanúgy 3D-s, ugyanúgy OpenGL-es, nem DirectX-es. Ez Linux. Itt OpenGL-es játékok vannak, de attól függetlenül ugyanúgy megy. Tehát a Linuxot úgy tudnám bemutatni a legjobban, hogy használod. Használod a Linuxot. Ez nem azt jelenti, hogy a szétfűrészet, amit az előbb mondtam. A szétfűrészet Vinyódnak a C-jére, tehát az első felére mondjuk így, föltelepíted a Linuxot, és továbbra is Vine program használatával használod a te Windows-os fosaidat. Tehát ez így nem nyerő. Nem nekem kéne bemutatni a Linuxot részletesen, hanem kéne egy kis bátorság. Például, ha Budapesten laksz, és te megteheted azt, hogy hát haver, van nagyjából az ezer, egy darab ezresem, ez egy kék színű papír feszni, ami egy fillért nem ér, tudod. Az a bemész a Blau Luisa térre, ami tényleg nincs messze Budapesten, semmitől, majdnem középen van. Szóval oda bemész, és akkor így tök jó, mert lobogtatod így az ezrest, így, hogy mutatom, itt egy papírlap. Ugyanannyit ér, mint egy ezres. Itt van egy ezresem, és akkor adnak érte vinyót, hogy tessék. Érted? Pénzt kell adnod a alkatrészért. Ha már megvetted a vinyót, próbáld ki a többi operációs rendszert is, mert sok van. Tehát Linuxból, ha vagy 20 darab biztos van. Ha tényleg nem megyünk messzire, tényleg csak azt nézzük, hogy Ubuntu, de tényleg semmi más nem nézünk, akkor is van a K-Ubuntu, L-Ubuntu, X-Ubuntu, B-Ubuntu, A-Ubuntu, a sima Ubuntu, meg annyi van, mint a szemét. Menjél, azt nézzél szét, jó? És tudod mit? Az csak az L és a K, meg a sima, ez a három, már annyira különbözik egymástól, nem is hasonlítanak egymásra, és mégis ugyanonnan szedik le a saját frissítéseiket. De hogy megértsd a Linuxot, ezt a papírlapot azért felhasználjuk, meg kell értened, mi az, hogy ingyen. Érted, mit jelent az, hogy valami ingyen van? Hazudjá, ez az, király. Nem érted. Ha mondjuk én vagyok egy gyár, jó? Én vagyok a gyár, itt a termékem, mindjárt kész van, még gyártás alatt van. És én nekem vannak a gyártóeszközeim. A poén az, hogy maga a gyártóeszköz, most a két kezem, ingyen fog dolgozni, és én a gyár ingyen alkalmazom az ingyen dolgozó embereket, figyelj, komplikálom. Próbálok hasonlítani a valósághoz, figyelj. Készítek egy terméket. Nyilván ismered ezt a terméket. Egyébként egy teljesen üres papírlap, valami hülye magazinból ki van vágva. Készítek belőle egy terméket, jó? A két készítőm teljesen ingyen dolgozik, az én általam ingyen beszerzett anyagból, figyeld. Elkészíti a terméket. Na, kezd már hasonlítani. Kicsit gagyi lesz, de tudod mit, basszeg? Ingyen van. El kell készíteni, természetesen munkasztal kell hozzá. Gyártás alatt van, kérjük szíveskedjenek várakozni. 70% kész van. Igyekszem azért, persze. Két kezem dolgozik, tehát 100%-os ellátta. Hogy is mondják ezt? Na! Kész a termék! Így mutatom, jó? Így. Érte repülődjá. Tehát, én a gyár készítettem egy terméket. Ez egy termék, jó? Nevezzük terméket. Így látjátok. Dönöljű repülő. Na itt egy fiesztó, rá is írnám, hogy dönöljű. Rá is írom. Ne hagyj már. Dekorációs csapat elvégezte a munkát. Ez egy dönöljű repülő. Majd mindjárt ráfokuszáljok, kis türelmetlen. Nem egy gyors reagálású század. Rá van írva alulra, hogy dönöljű. Látod? Nem biztos, hogy látod. Mindegy. Nem a termék a lényeg, hanem hogy megértsed. Ez egy dönöljű repülő. Én nekem van egy termékem, amit két gyártó teljesen ingyen csinált abból a
nyersanyagból, amit én ingyen biztosítottam a részükre, vágod? És ezt így odaadom neked, hogy tessék. Itt van. És használd. Tessék, odaadom, itt van, vigyed. Ez jogilag lehetséges. Mert volt egy emberke, úgy hívjuk, hogy Linus Torvalds, nem biztos, hogy jól mondom szegénynek a nevét, aki addig nem maradt nyugton a seggén, amíg azt meg nem oldotta, hogy valaki ingyen dolgozhasson. Jogilag, helyesen és tisztán. Tehát ezt meg lehessen csinálni, ehhez kellett egy törvényt elfogadtatni. Úgyhogy én nekem van egy open source-os repülőm. Király, nem? Még így se érted szerintem. Ez egy open source-os repülő. Tehát én ezt teljesen ingyen csináltam, és odaadom neked, hogy tessék, itt van, vigyed. Ja? Tessék, vidd el, itt van, ide rakom neked. Így. A szárnya egy picit. Egy nagyon-nagyon picit belug a szárnya azon az oldalon, és az a repülő most nálad van, jó? Na. Én ehhez a repülőhöz javításokat csinálok. Mert ingyen volt a repülő, és ezért mindenféle további javításokat adok neked. A javítás is ingyen van. Tessék! Jó? Ó, jaj, jaj, nem megy a hangkártyám, pedig az előbb ment. Semmi baj. Itt a másik javítás. Ez is ingyen van. Tessék! Jaj, 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 kicsit csökkent a teljesítménye az asztal felületnek, tehát ennek a nagy felületnek, amit itt láttuk, ez az asztal. Tessék, ez egy nagyobb javítás. Na, hogy tetszik? Ez, amit most látsz, ez a Linux. Amit letöltesz Linux lemez, ingyen van. Jogtisztán van ingyen. Ott van nálad, ugye, még a sarka belátszik egy kicsit. Picit jobban belátszódjon, így. Ott a repülő nálad, tehát most nálad van a Linux, jó? Ide ülök ki a szélére. És itt ennyi javítást én már adtam neked, látod? Még egy kis javítás ehhez. Ó, persze, patchelünk, frissítünk, tessék. Itt van még egy kis javítás. Tessék. Stb. És így egyfolytában adom neked a javítgatásokat. Ahhoz a repülőz, amit ugye odaadtam neked, illetve te saját magadnak letöltötted. Ez nem úgy működik, hogy áthívom a havert, nevezzük Bélának, teljesen mindegy, áthívom a havert, és ő átjön ide, és egy feltört Windows-t föl fog telepíteni a gépedre úgy, hogy te ezért nem fizettél. Ezt hívják lopásnak. Na, hogy megértsed egy kicsit jobban, megint elment a zene, mindegy, hogy ezt megértsed egy kicsit jobban, használd a képzelőerőt, tudom, hogy nincsen, használd, jó? Kíséred meg, hogy van, visszajött a zene. Tehát kíséred meg a képzelőerődet használni, jó? Képzeld el. Egy éven keresztül dolgozol egy programon, 50 másik emberrel, dolgozol egy programon, és ezért a Microsofttól így kapod a pénzt, hogy ez az, jól dolgozol, csak így tovább is, akkor a program nagyon frankó lesz. És amerre jársz, mindenki lopja azt, amit csinálsz. Te neked, mint szoftverfejlesztőnek is nagyon rossz érzés az, hogy amit te megcsináltál, azt ellopják. Na ezért nagyon fontos az, amit Linus csinált, hogy lehessen ingyen csinálni, ugye ott a példarepülő, hogy lehessen ingyen csinálni bármit, most mindegy, hogy mit. Ott egy open source-os repülő, betakar a kamerába, pontosan tudjuk, miről van szó, az jelképez egy ingyenes terméket. Tehát valami lehet ingyen. Így már érted, mi az, hogy Linux? Ez a Linuxnak a részletesebb bemutatása. Nem a Linuxot kell részletesen bemutatni, mert ugyanolyan operációs rendszer, mint a Windows. Azzal a különbséggel, hogy ez eleve úgy van megcsinálva, hogy ne lehessen bele vírus tenni, vagy ha lehet, az kurva nehéz legyen. Ezért én sem használok vírusírtót, mert az esélye elenyésző, hogy én vírusos lehetek. A Windowsnál ez pont fordítva van. Ott hatalmas az esély arra, hogy te bekapsz valahol egy vírust, tehát úgyis megállás nélkül pornó oldalakat nézel. Ez pont egy rossz példa volt, mert ebben nem vagyok biztos, hogy te ilyen oldalakra fölmész. Mindegy, nem ez a lényeg, tehát olyan weblapokra is fölmész, ami úgynevezett, ja, ezt eldobom, mert hogy mutassam, veszélyes weblapra fölmész, érted? De most a veszélyes weblap az azt jelenti, hogy a Windowsra veszélyes. És ami
ez nem akkora gond, hogy a Windowsra veszélyes, hanem benne van a sok-sok fényképed, a sok-sok emléked, a sok-sok olyan videód, képed, zenéd, ami neked fontos. Na annak mind gutter. Hogyha jön egy vírus, és esetleg neki áll törölni, kitöröl mindent, akkor mit csinálsz? Jaj, hát nekem megvan a Note 32-es vírusírtó, fel van törve! Na megint itt tartunk, komolyan. Elloptál egy operációs rendszert. Megállás nélkül ingyen használod a Total Commandert, megállás nélkül lopod a Winampot, és már a Note 32-t is ingyen szeded le. A tűzfalat honnan van? Jaj, csak nem Microsoft Security Essentials. És tényleg azt hiszed, hogy te vagy a király? Amikor eleve olyan programot használsz, mint a többség. Ez még nem jutott el agyadig, hogy amit a többség használ, az valamiért gáz? Miért kell nekem mindig ugyanazt használni, mint másoknak? Biztos, hogyha 50 milliárd légy eszi a szart, akkor nekem is az kell lenni. Hát nem. Ha 50 milliárd légy eszi a szart, az nem azt jelenti, hogy neked is az kell lenni. Mi van akkor? Mi van, ha van működő alternatíva arra, amit most jelenleg csinálok? Akkor mi van? Természetesen van, igen, van. Csak te arra lusta vagy, hogy körbenézzél, hogy milyen rendszerek vannak még azon kívül, amit most jelenleg használok? Nem lehet, hogy esetleg van egy jobb? Nem lehet esetleg, hogy az összes érdekbarátom, aki nekem most érdekbarát, az csak azért van velem, mert most így per pillanat együtt játszunk. És 5 év múlva a nevére nem emlékszem egyiknek se. Akkor mi van? És ez mind azért van, mert ugyanolyan felületet használok, mint azok, akiket én érdekbarátnak tartok. Mi van, hogy az egészet a hátam mögött akarom hagyni? Itt van életem könyve! Jó, mondjuk ez kis fizet, mindegy. Így telnek benne a lapok, mindig ugyanaz történik velem, tehát nincs olyan, hogy változatosság, mert ahhoz ki kéne lépni a... Hogy magyarázzam meg nektek? Van egy olyan kör, ami ott a kényelmi zónád. És minden azon kívül van. A kényelmi zóna az azt jelenti, hogy ott ülsz a gép előtt, és soha nem mész sehova senkivel. Pont. Hanem otthon ülsz a géppel és gépezel. Ennyi. Most mindez lehet Xbox, lehet PC, lehet PS3. Kurvára mindegy, az is számítógép. Na, figyelj, itt tartottam egy könyv. Lapozom életem könyvét. Tele van, tök jó dolgok, mindegyik ugyanaz. Minden lapon ugyanaz van. Fú, geci, ezt tudom. Hát ez ugyanaz, mint ha egy lapot nyomtattam volna ki 300-szor. Ez fos. Ez nem ér semmit. Mit csináljak? Megvan. Csinálunk egy új könyvet. Telerakjuk jó dolgokkal. Olyan dolgokkal rakom tele, amit még eddig nem próbáltam. Mi lehet benne? Nem tudjuk. Kimegyünk a kényelmi zónából, most így elképezem, hogy kimegyünk. Ez mi a franc ez? Én ilyet nem is láttam! Olyan mi ez, de király! Ugasz, de szar! Mik ezek a... Van olyan hegység, hogy bakony! Figyelj, egy lappal arrébb. Egy lap, figyelj. Ha, bükk! Nem, az nem egy fa. A bükk az egy ilyen nagy domb, úgy hívják, hogy hegység. És föl lehet rá menni, fölmész és kinézel, hogy hú, de szép kilátás, na, ennyi. Meg a tiszta hülyeség. Nem menjél föl, se a bakonyba, se a bükkbe, mert neked az nem való. Jó, ilyen Jedi-s áthallása, nem való. Na, és ez itt például a kényelmi zónádon, a komfort zónádon kívül elhelyezkedő dolgok. Püü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  Csúnya dolgot láttam. Az viszont király. De király. Most éppen azt mutatom, hogy milyen érzés az, amikor olyan helyen jársz, ahol előtte még nem voltál, és az újdonság ereje rád hat.
Tincsenek barátaim. Még? Ó, hát de hiszen itt már jártak mások is. Ah, már jártak mások is. Ó, itt van tapasztalati leírás. Na hát, ennek tetszett például. Hát ennek nem. Jaj, ez leírta, hogy ez micsoda. De érdekes. És akkor most jövünk az a részhez, most lapozok egyet. Így. Ahol te következel. Ez még üres rész. Bizony. Ezeket a részeket te neked kell majd kitölteni. Olyan részekkel kell neked majd ezeket kitölteni, amiket te majd átélsz. Vágod? Átélsz. Tudod mi az, hogy átélni valamit? Nem? Nem voltál még sehol, csak a gép előtt ültél egész életed. Szóval... vicces gyerek vagy. Te, igen. Neked beszélek, nem? Nincs mellettem a senki, tehát... Na. Kicsit arrébb teszem a Linuxodat, mert nevezzük ezt Linuxnak. Jó, kicsit arrébb teszem, hogy ne zavarja a képet. Továbbra is itt van. Itt van továbbra is, jó? Csak így arrébb teszem. Ahhoz, hogy megismerd a Linuxot, hogy én be tudjam mutatni neked részletesen a Linuxot, ahhoz neked ki kéne próbálni. Vágod? És ahhoz, hogy kipróbáld, ahhoz menned kell egy darab vinyót, és a jelenlegi vinyódat, ami már több felé van vágva, meg particionálva, meg össze-vissza keverve az egész, azt így tedd félre, jó? Polcra föl. Mindjárt mutatok is egyet. Értem, vinyód, de? Nem vagyok képbe, hogy te mennyi számítógépet javítottál életedben? Illetve láttál egyáltalán belülről számítógépet, és a főbb alkatrészeket hogy hívják? Na ez... egy vinyó. Várja. Ez egy vinyó. Ahogy fogjam meg, várja. Így. Ez egy vinyó. Persze kitakartam azt, hogy Max Store, mert ez nem reklám, jó? Szóval... ez egy fos. Ilyen egyszerűen. Nagyon régi, nagyon lassú, ja és nagyon olcsó. Ja és ahhoz, hogy te tesztelj valamit, kipróbálj valamit. A legjobb a lassú alkatrész. Az a legjobb, ami veled elképzelhető. Ez a legjobb. Menj el egy használt számítógépeshez, egy komputerbontóba, tudok egy nagyon királyat. Elmész oda, lobogtatod az ezrest, mindjárt leveszek egy ezrest. Tehát lobogtatsz egy ezrest, van egy ezresem! És ezért az ezresért neked adnak kettő vinyót. Most nálam csak egy van, mert nem kell több. Adnak érte egy ilyet. Ez egy vinyó. Az azt jelenti, így mutatom a fény felé, hogy ezt be kell kötni, tehát te nekem vannak ilyen dugói itt hátul, vágod? Tudod, hogy kell egy adattárat bekötni a számítógépedbe? Ó, még ezt se tudod? Tehát csak nem utána kéne nézni a neten, hogy hogyan kell egy vinyót betenni a számítógépedbe. Na, ahogy beteszed, úgy kell kivenni azt is, ami most benne van, jó? Tehát képzeld azt, hogy ezt most kiveszed, így, és félreteszed, így, föl, polcra fölteszed, az most nincs, az külön van, és előveszed azt, amit most vettél, az újat, azt az 1000 forintosat, tudod? Így. Bedugogatod, úgy ahogy kell, jumperrelésre figyelni. Bedugod szépen, és bekapcsolod a gépedet. Mellé, vagy fölé, most mindegy, hogy a házad hogyan néz, a számítógépház hogy néz ki, van mellett egy CD olvasó elméletileg, és abba beteszed azt a Windowsnak nem nevezhető operációs rendszert, amit ki akarsz próbálni. Ja? Erre a tartaléknak nevezett vinyóra rá is telepíted véglegesen. És adsz neki egy pár napot, hogy na, ez most micsoda? Ne felejtsd el, hogy mögötted, ott fönn a polcon, még mindig megvan a Windowsod. Az nem változik, az tarcsiba van, az csak úgy van. Vár te rád! És tudod mit? Ha bele akarsz ugorni fejest a mély vízbe, nincs az az Isten, persze nincs Isten, most csak egy szófordulat. Nincs az a lehetőség, hogy amikor te beugrasz a vízbe, tehát mondjuk így elképezem a vizet. Tehát beleugrasz a vízbe, és ott alatta neked kő van. Tehát, hogy amikor te fejest ugrasz egy új rendszerbe, beleugrasz, akkor utána nem tudsz úszni, mert ott seki a víz, és beleesel, és jaj, hát ez rossz volt. Nem. Mi van akkor, hogyha sós víz?
Mi van akkor, hogyha sajt? Mi van akkor, ha édes víz? Azt se tudod, hogy mi fog veled történni. Nem érted? Próbáld ki! Próbáld ki azt, amit még eddig nem. Vegyél egy darab CD lemezt, nem DVD-t. CD lemezt, 30-50 forintért kapsz a neten egy ilyen 20-as hengert javaslok. Vegyél egy ilyen 20-as hengert. CD-k vannak benne, vágod? Az a lényeg, hogy olyan lemezt kell venned, hogy CD minusz R. Jó, nem plusz R, nem. Minusz R. A plusz R és a minusz R között az a különbség... Na, ezt se tudtad, mi? Na! A minusz R az azt jelenti, hogy fölírtad, kész. A plusz R az azt jelenti, hogy elkezdtem írni, még hiányzik, nem, majd holnap fölírom. Na, ez a plusz R, hogy a holnap leveszem, holnap még írok hozzá. Még írogatom. Majd betelik a 700 mega, majd írom. Na, ez a plusz R. Szóval olyan lemez kell venned, hogy CD minusz R, ebből veszel egy 20 darabot, és mindegyikre más operációs rendszert írsz ki. Hát te? Ha kiírtad az operációs rendszert, és neked mutatom még egyszer, tehát itt a Windows-os vinyót, így mutatom, mert így nem látszik, hogy maxtod. Tehát így fogod, és fölteszed a polcra, szépen vigyázva, mert forgó lemez van benne, nem SSD, ez egy olcsó fos. Fölteszed a polcra, előveszed azt a vinyót, amit most vettél 1000 forintért, bekötöd, jumperelésre figyelni, szépen bekötni, beteszed és rátelepíted az egyes operációs rendszert, ami teljesen mindegy, hogy micsoda. De nem az, ami eddig volt. És adsz neki 2-3 napot. Egynek jó volt. Kicsit sós. Nézzük a B-t. Másodikat. Nem változtat semmit. Előveszed a lemezt. Nevezzük ezt a 1000 forintos lemeznek. Jó, most nem fogom kör alakúra tépni. Nézzétek el nekem. Előveszed a másik lemezt, egy B-lemez. Beteszed a meghajtóba. Install. És mindent felülírsz, amit eddig csináltál. Mert azt is ki kell próbálni. Mindent felülírsz. Ez a kettes lemez. Félreteszed, szépen. Lehet, hogy ez lesz a legjobb, amit eddig tapasztaltál. Annak is adsz egy 3-4 napot. Eddig megvan. Hogy repül az idő? Hullik már a fáról a lemez. Telik az idő. És te próbálgatod ki a rendszereket egyiket a másik után. Jó? Kettőnél tartunk, és már egy heted eltelt. A második hétre elérsz, akkor jön a harmadik lemez. Valószínűleg így fog majd az időt kialakulni. Beteszed. És ismét felülírod a C-vel, ugye, mert ez a C-nek a lemeze. Ismét felülírod azt, amit egész eddig csináltál. Arra 500 vagy 1000 forintos vinyóra, amit vettél a bontóba. Biztos emlékszel, jó? Anyád nézd, te király! Ahaha! Menj, az tök jó! Na, ebben az esetben nagyjából egy program egy hetet fog túlélni nálad. Minden hétvégén a hét, amikor letelik, le kell váltanod a rendszert, akkor is, ha nem tetszik. Mindenképpen le kell váltanod. Mindenképpen, akkor is, hogyha kurva jó! Életem mélyettig nem láttam! És így fel van akadva a szem, és így. Akkor is le kell váltanod. Tegyél rá egy pluszt, hogy ez király! Tegyél rá egy pluszt, valamit, jelöld meg a lemez, tedd félre, jó? Következő lemez D, mint D-es lemez. Beteszed és legyalulod azt, ami neked nagyon tetszett azért, hogy olyat is kipróbálj, amit még nem. Következő hét, megint elték. Vigyázz, mert már 2 hétnél tartunk! Eldobom, nem kell. Már megint elment a zene. A legjobb rádióadók ilyenek komolyan. Így szakadt ki az agyam. Szóval... eltelt az első 2 hét. Haló. Fél hónapja nem használtál Windows-t. A második héten... az a vinyód... ami fönt van a polcon... lassan meg fog telni... dobozokkal, kábelekkel... ilyen otthoni szeméttel, tehát azt tudom mondani, hogy olyan dolgokkal, ami,
ami keletkezik egy háztartásban, mert figyelmetlen és gondatlan vagy. Ráhalmozódnak mindenféle hülyeségek. Eltelik az első hónap, haver, és már el is felejtett, hogy Windowsos voltál. A Facebookon, meg a többi helyen, most a... izéket mutatom itt fenn a Facebookot, a YouTube-ot, de ezeket a parancsikonokat, tudod, ami a Firefoxban van. Ott fognak csak emlékeztetni rá, hogy júj, úristen, meg te nyisd ezt a levelet, úristen, és üvöltve, csupa nagybetűvel írják a levelet. Úristen, vírusos leszel, ne nyisd ki, feltörték a Facebookon, na így, te meg így nézel. Ezekkel mi van? Én nem látok vírusosat. Mondjuk én Linuxos vagyok. És ismét eltelt két nap. Következő lemez, mert te előre felkészültél, és az összes lemezt kiírtad úgy, ahogy azt elő van írva. Neked most van 20 darab lemezed. Ez a L, F, G, H, mondjuk H lemez, teljesen mindegy. H lemez be, és minden eddigi rendszer gyalú, gátter. És az újat is megpróbál... Oh! Basszeg! Oh! Sántán távozt tőlem! A szemem elment a látás! Ebben az esetben, amit most megpróbáltam így elképezni, ebben az esetben ugye egyből jöhet a másik lemez, az I lemez. Beteszed, gyalú. Ilyen is lesz, igen. Előveszem az életed füzetét, itt van. Eltettem neked az életed füzetét. És az életed füzetébe... menj már, találtam benne egy jó szó! Minden lapon ugyanaz a szó van! De király! Tudod, mi az a szó? A tapasztalat. Ezzel a szóval fogsz rendelkezni akkor, ha ezt a CD lemezes kiírást, tehát megírod mind a 20 lemezt, mind a 20 lemezt kipróbálod, akkor ennek a füzetnek a végén, a te életed füzetének a végén, ez a szó lesz benne. Én rengeteget szenvedtem, én rengeteg hegyen mentem át, én majdnem megfulladtam a folyóba, beszéltem a halakkal, beszéltem az állatokkal. Magyar vagyok, hát állatokkal beszélek minden nap. Tehát beszéltem a fákkal. Kivágják a fákat. Nem érted? Kivágják a fákat. Papírt csinálnak belőlük azért, hogy ráírják azt, hogy mentsd meg a fákat. Nem érted? És amikor kész vagy, ezeket a dolgokat egyetlen szóval, egy összegzés formájába ideírod a végére. Mondjuk, hogy beleíródik. Ide lesz írva egy tapasztalat. És utána jöhet ám a Windows 8.1. Tudod mit, haver? Írd ki azt is. És benne legyen az első 5-be. Én kívánom neked, hogy benne legyen az első 5-be a Windows 7 is, meg a Windows 8, meg a 8.1 is benne legyen, és legyél tiszta vírus, bazd meg! Legyél tiszta vírus egy olyan vinyón, amit próbából tettél be. És így! Nem vágom oda, mert ezen még esetleg dolgozhatnék is. Tehát így, mondjuk ezt az üveggel. Tehát így, essel le a tantusz benned. Bazd meg, szétment volna mindenem! Mindenem oda veszett volna! Az összes képem! Az összes baráti videó, minden, amit a gépen tárolok. Mert kaptam egy vírust. Megkaptam a Game Over 3-at. Ami nem W32. Hanem okos vírus. Az felismeri, hogy milyen nevű könyvtárba telepítetted a Windows-t. Ha! És neki áll keresni a csillag.mp 3 MP4, csillagpont JPG. Ha! És az összes képedet kitörli, és az összes videódat átalakítja.
Ha? Mi alapján keres a vírusírtó? Jaj, hát ezt nem tudod? Te nem néztél utána, igaz? Nem néztél utána. Mert lusta disznó vagy, bazd meg! Nézzél utána, mert minden egyes ilyen elenyésző információ, amiről szó van, neked nagyon fontos, hogy tudd. Senkinek nem érdeke, hogy te tudd, hogy hogyan működik a vírusírtó. Senkinek. Megpróbálom elmagyarázni, jó? A memória sávszélességethez mértem. Na ezt magyarul úgy hívják, hogy értsed már meg, bazd meg. Felfogod? A vírusírtó nagyon egyszerű módon dolgozik. Egyetlen... Jelképezzük ezt mondjuk vírusnak, jó? Jó nagy vírus. De ennek van egy fontos része. Ezt a pici részt keresi a vírusírtó. Ezt nem is veszi észre! Hát ez garazdálkodik a gépen össze-vissza! Ezt a pici részt keresi a vírusírtó. A víruson belül? Hogy hívják ezt a részt? Segítek egy kicsit, mert a videó ezért készül. Ez az a rész, hogy az önmagamat másolom szarrá a vinyón rész. Saját magamat másolom rész. Világos? Önmásolás rész. Szaporodás rész. Hogy magyarázzam? Osztódás. Egy számítógép vírus nem tud osztódni, az Ctrl-C, Ctrl-V-zik. Tehát ez egy másoló rész. Most jön a nagy poén. Jön egy nagy vírus. Ilyen nagy vírus jön. Az egész képernyőt eltakarja. Ilyen nagy vírus jön. Szétszedi a gépedet olyan darabokra, bazd meg, hogy semmit nem marad. És nincs benne ez a rész, hogy saját magát másolja. Meghalt a rendszerem! És nem működik! Három vírusírtót tettem föl, bazd, egy se látta! Minden játékállásomnak gatter, vége, nincsen, mindent előről kezdek. Voltam a barátokkal egy nagyon jó... Most ilyen példát mondjak. Voltunk bográcsozni. Fényképeztünk, videóztunk. Az összes emlékemnek oda. Mert jött ez a vírus, és hiányzott belőle a saját magamat másolom rész. Mert ez nem szaporodni akart a gépemen, hanem kárt okozni. Na, így működik a vírusírtó. And I hope you like it. Remélem tetszik. Na, hogy tetszik? Miért van az, hogy mindig jönnek ki az újabb és újabb Windowsok? Megállás nélkül. Jön a Windows 9. Igen, jön a Windows 9. Mindig jönnek ki az újabb és újabb Windowsok, és eleve úgy van megcsinálva a Windows, hogy ilyen rések vannak benne, ahova bele tud ékelődni a vírus. Eleve úgy van megcsinálva. Ez miért van? Ja, hát én tudom miért van. Ez azért van, kérlek szépen, mert a fél világ bedőlne, ha történne egy olyan dolog, most itt ezzel a repülővel fogom ismét modellezni. Próbáld elképzelni azt a helyzetet, jó? Te vagy a vevő, megpróbálok itt modellezni, de egy semmivel nem készültem fel. Te vagy a vevő, bemész a boltba, vennél új számítógépet úgy, hogy már rajta van a program. Bemész a boltba, és azt mondja neked az eladó, jó napot kívánok, én Horváth Béla vagyok, én vagyok az eladó, miben segíthetek? És te azt mondod neki, hogy jó napot kívánok, én Kovács Dezső vagyok, ne hülyék ezek a nevek. És ez a... most rögtön eztem. És én vagyok a Dezső, és szeretnék egy olyan számítógépet vásárolni, ami soha nem romlik el. Soha nem lesz vírusos, és soha nem kell benne alkatrészt cserélni, még memóriát se, mert kielégítő a teljesítménye, nem melegszik, nincs benne ventilátor, passzív hűtésről van szó. Kielégítő az adattára, tehát nem 20 gigás vinyó van benne. Olyan videokártya van benne, aminek a teljesítménye megfelelő. Olyan hangkártya van benne, hogy a Sound Blaster sírva fakadna, csak a receptet adják oda. Szóval
Ezt így vágod? Egy ilyen számítógépet szeretnék, ami soha, soha nem romlik el. Világos? Na, egy ilyet adjon nekem, legyen szíves, kedves Béla. Ugye emlékszünk Bélának, hívják az eladót. Azt mondja Béla, kedves Dezső, olyan számítógépet szeretne, ami soha nem romlik el. És így üti az asztalt. Azt mondja, mazzeg, de gyertek Béla, je! Ezt jöttem, hallottatok, ezt mondja! Tényleg? Nem. A vevőnek van igaza. A vevőnek van igaza, mert ő neki, a vevőnek az az érdeke, hogy amikor vesz egy számítógépet, mondjuk ezt, vesz egy számítógépet, az soha ne romoljon el. Egy. Hogyha én eleve úgy csinálom meg a számítógépek rendszerét, hogy vírusos tud lenni, azt úgy hívják, hogy szándékosság. És az azért van, mert az egész világ úgy van berendezkedve, hogy belőled éljen. Hogy te fizess nekik sokat. És hogyha lehetőséget adok rá, hogy milliárdjai a cégeknek, ugye az egész világról van szó, milliárdjai a cégeknek abból élnek, hogy a te számítógépedet vírusmentesítsék, és hirtelen megjelenik a Windows 9, és nincs rá vírus. Úgy csináljak, hát... A cégek, mindenki bedől. Minden vállalkozás megszűnik. Hát ezt nem lehet hagyni, igaz? Megszűntek a cégek. Nincs több Avast, nincs több KFC, meg UFC, meg... Úristen, megszűntek a Note 32-ök. Nincs több vírus. Most mit csináljunk? Te haver, le tudod kötni magad bármivel, nem? És aztán azt mondaná a Microsoft, hogy áfenében van egy kis gondunk, állj, hogy oldjuk meg. Az összes operációs rendszer jobb, mint a miénk. Ha bazzek, ha valamit csináljatok, hát csődbe megyünk, csődbe megy a Microsoft. Megvan. Tudom már. Csak nekünk fussanak a játékok, senki másnak. Csak nekünk, és az összes gamer velünk lesz. Oldalról jön egy hang. Hé, haver! Mi? Mi volt ez? Hallottátok? Mi volt? Hé, haver! Figyelj már! Most már a Steam is Linuxos. Akkor végünk. Na, valahogy így néz ki a dolog. Ha szeretnél játszani, most lezárom, mert hosszú lesz ez a videó, nem fogok elférni, kifut a szalag. Tehát, ha szeretsz játszani számítógéppel, mert egy lusta görény vagy, aki nem megy ki a természetbe, nem megy kirándulni, nem megy haverokkal focizni, nem megy sehova nem megy, hanem ott kockul a gép előtt, figyelj, szeretsz játszani számítógéppel, csapatból, persze, internetes játék, de neked nagyon eleged van a vírusokból. Nem szereted, amikor Full HD-n akadozik a YouTube? Na, mit mondjak még? Torrentezni is szeretsz például? Akkor irány a Linux, haver. És nem az a fajta, amit én használok. Mert én sem próbáltam ki mindent. Mert nekem itt már család van, gyerek van, stb. Nem az a lényeg. Hanem, hogy én sokkal többet próbáltam ki, mint te. És nekem is van ugyanúgy életfüzetem. És a legvégén nekem is van olyan szó. Itt van benne, látod? Itt van benne, tapasztalat. Csak a poén az, hogy kicsivel van írva, haver, mert még kevés. Én szeretnék több tapasztalatot. Ehhez nagyon-nagyon sok rendszert ki kell próbálnom, és még mindig ott tartunk, hogy ez csak a számítógép. Egy nem fontos használati tárgy. Semmi egyéb! Nem emberi kapcsolatok, nem! Csak egy számítógép. Minden jót, sziasztok!